Szerezd be a következő játékodat olcsóbban a Nebáról, hiszen nagyon kedvező árakat tudnak nyújtani, akár új, akár régi játékról legyen szó. Link a leírásban. Sziasztok, itt Dévők és Debás, mint a Gaming Café Live, amiben tovább fejleszgetjük a kis helyet. A konyha az úgy megy, és szereztem is egy kevéske kis pénzt, egy 70 ezret, amit el tudunk verni a fejlesztésére, mert hogy hát eléggé gyakoriak a tűzesetek, itt kigyulladnak ezek a dolgok, és hát ezek szerencsére nem romlanak el, szóval ezek maximum lassúak, de hát a kigyulladás egyelőre sokkal nagyobb baj, mert a sokáig ég, akkor mindenki kiszalad. Igen, csak mondani kellett. Szóval nézzük, mennyibe fáj ezt fejleszteni. Aha, itt van az összes station. 12.001 szint, és akkor, ne várjál, a bevétel is nő belőle, ami jelenleg ilyen 8, 10, 10, 18, hát azért visz ki. Baxo 14, jó, azért. Nem rosszak azok, szóval jobb lesz az ár, és gyorsabban is elkészül. Mondjuk ahogy látom, 6-ról 4 másodpercre megy, szóval talán nem lesz annyira sok fejlesztés. Most elvileg 2% esélye van lerobbanni, hát ezt nem hiszem el. Egyelőre Baxót még nem kérnek, mert nem vagyunk azon a népszerűségi szinten, egy csillagokban, szóval ezt kell fejleszteni 12.000-é, meg ezt a másodikat, instant leveses 16.000-é, az instant leves így már 20. Erre mehet még egy 16.000-é, még egy 20.000-ér, és 24.000 az utolsó szint. Na jó, igazából. Legalább egy legyen, ami stabil, mondjuk így is 0,1% esélye van kigyulladni, 1% mire elkészül, és 28-ba kerül. Ez így már egészen jó. Ó, rendesen egy kibelezett sütőn. Fel is van rakva, és akkor kész is van már. Már ki is dobta, ki kéri. Parancsolj. Hát ez a Baxo az azóta ott van, amióta én így összeraktam a legelején. Azóta nem kellett kutyának se. Mondjuk a ratingünk, hát még mindig nem mozdult sehova. Az nagyon jó, csak nem azért, mert megint koszos a hely, de igen. Hát ez csodás. Elég sok helyen megnéztem, hogy van erre megoldás, és még nem találtam, szóval kezdek aggódni. Mert hát, ha csak nem áldozom be az életemet, hogy 0-24 takarítónő legyek ezen a helyen, akkor azt mondtam, hogy nem nagyon fog változni. Az egyetlen dolog, amit még meg tudnék próbálni, az, hogy megveszem ezt 15.000-ért, és ez meg háromszorozza az értékeléseinket. Így hosszú tál előttük, de hát ha. Ez eddig meg még nem volt itt. A kaja szobor, és talán felgyorsítja izét a pincérünket, meg a cuccokat. 40.000-é, kíváncsi vagyok rá. Egészen pontosan 2,5 percenként kéne ide járnom takarítani. Úgy hozzák be a redvát, teljesen esélytelen igazából. Viszont azt vettem észre, hogy úgy jár hozzánk Szultán a másik helyre is, hogy az ugye olyan alacsony csillagnál nem jönne. Szóval elég csak egyszer elérni a maximális 10 csillagot, utána meg igazából fel vannak oldva az emberek, és ja. Utána már azért nem lesz annyira fontos 2 percenként járnom, mert meg lesznek az emberek, aztán hát, ha lesz majd ide egy takarító. Közben a másik sütő is maxos lett, és ezeken is fejlesztettem egyet-egyet, mert azért úgy akkor úgy fejlődik egy egész nagyot a sebessége, és hát mondjuk nem látszik rajta, de legalább gyorsabb. Szóval a pincérünk elméletileg egészen jó bírja majd. Azt hiszem, hogy Baxhoz is kérnek most már. Hát ez fantasztikus hír. Ja, nem csak erre majd azt is felfejlesztem, viszont nála kész lett a küldi, és most már tényleg megkaptam az új gépet, amint hoztam neki egy kis díszítést. Yes, ott is van az újabb arcade gép, 4007-ér, hát egyre nem lenyűgöző, de figyelj, mondhatnám, hogy veszek alieneseket, vagy az aranyból, legyen ebből a fajtából is, meg a küldi sorozatához biztos, hogy kell majd, hogy legyen ilyenem. És igen, miután elhordtam neki egy IKEA-nyi bútort, utána megkaptam küldibe, hogy vegyek belőle 5 darabot, szóval most van értelme. És most pedig, hogy 300 ember játszott nálunk arcade-en. Ha van egy pár gép, szóval azon nincsen baj, de ez is idő kell, szóval. Így most vehetnék át más emberekhez, akiknél tudok ugyanígy küldizgetni, hogy legyenek új konzolok például, ami nem lenne rossz, csak anyagilag nem túl megérős. Megyek, hozok még egy pár arany arcade-et, legyen az is.
Na ez így. Ide egy kis aranyszetap úgy beugrott. Ott ilyen kis vegyes, itt meg ilyenek vannak. Ez a folyosó így egészen jó, ki van maxolva, és még azt is lehet mondani, hogy így nagyjából élhető. Most rá kellene állni a másikra, viszont előtte azért adjunk nekik egy WC-t, már igazán megérdemlik. Szerencsére csak 50 ezerbe kerül, szóval nem annyira vészes, és már... Hé, hol a válasz van? Elnézést, értem, hogy ezek fülkék, meg minden, de ki akar bakszó tenni nettó szarszakba? Ez így jó? Komolyan. Hello. Értem én, hogy nem nagyon költségvetés, meg minden, mert én helyem, de hát nem hiszem, hogy nem fért volna ott egy fal. Na jó, hát a kisrácot szerencsére nem zavarta, ő már jött is ki onnan. Nagyon jó. És őt se zavarja, hogy látom. Hát akkor igazából engem mit érdekeljen. Amikor lehet fejleszteni, vagy valami. Nem. Akkor jó. Viszont amúgy, amit lehet fejleszteni, az az én gépem, ahol én szoktam ülni. 5000 ér. És... ó! Azon kívül, hogy egy fullos gamer setup, igazából ez nekem jó valamire? Hát nem úgy tűnik, de... akkor már legyen az enyém is ilyen, a többi, érted? Legalább bányászhatna addig napos coint, vagy valamit, az is több lenne, mint a semmi. Na jó, akkor jöjjön a baloldali, hát lépcsőház igazából. De szépítsük a dolgot, de semmi baj, mert van még ilyen nagyon kis helyigényű dolog az árkédeken kívül, mégpedig a telós setupok, amiből mondjuk ugyanúgy kellene egyel jobb, meg... hát itt kisebb átalakításokra is szükség van, de jó lesz ez. Ez így szerintem elég bejárat, nem? Tehát, hogy... ajaj. Az a baj, hogy ez így ad is és elvesz, szóval, hát van probléma. Ez itt így végülis jó, mert még így be tudsz mögé jönni, kinyitni az ajtót. Szerintem hibátlan. Így már végül is be tudsz jönni anélkül, hogy meghalnál. Talán ez VR setupot még. Hát, ja, ez így megközelíthető, szóval. Én elégedett vagyok, és itt sokkal jobb lett ezért a helyzet. És hát akkor vele tovább kellene haladni a küldigbe, ez először is 7000-be kerül, csak így zsebbe. És még ki kell szolgálnom 50 vásárlót, mielőtt meg lesz az új. Nem baj, addig úgyis fel akartam fejleszteni a teljes konyhát, hogy hagy pörögjön. És ebben a skillek is beletartoznak, mert 7000 ér tudunk egy kicsikét nagyobb árat adni a kajáknak. 4%-kal, 8%-kal. Azért az se mindegy. Megvettem ezt a konyha boostolót is, ami egy Baxomen szobor, amit tök menő néz ki. Igaz, hogy ezt a konzol setupot így el kellett pusztítani lényegében, de hát na. Vannak vesztesei a történetnek. Viszont ami jó, hogy még jobban boostolta az árukat és a sebességüket is, szóval most már 0,5 másodperc, vagy ilyen majdnem 100 LP-k, ami amúgy brutál jó. Szóval fullra megértem. És az egész konyha fullos, ami nem azt jelenti, hogy mindenki el van látva, mert eléggé jó csapatja a csávó, de egyszerűen annyi megrendelés van, hogy hát ezt mindet teljesíteni. Igazából lehetetlen, több pincér is kellene hozzá, mert itt is már eleve 2 meg 4, itt 2, 2, 3, 2, tehát rengeteget rendelnek. De nem is nagy probléma ez, aki megkapja, az örül, és én is örülök, mert hát döntik rám a zsetont. Plusz vannak itt még epikebb vásárlók, például ők eleve, mintha többet fizetnének a kajáért, de már láttam olyat, hogy ők is ilyen hetet rendelnek, mondjuk csak tésztából, na ő például 5, az már fokkal jobb, és ők olyan lazán itt tudnak hagyni ilyen 1500, akár 2000-et is, ha szerencséd van, hogy öröm nézni. Szóval mindenféleképpen a telefonos részlegbe is hozok ilyen setupokat, aranyt is, meg alient is, mert hát igazából elég jó biznisz, meg amúgy is akartam, mert azóta sincs meg a fiek küldetés, mert egyszerűen nincs elég smartphone, hogy gyorsan pörögjön. Szóval igazából a terv szerint akarok 5-5-5-5, úristen. Na várja, miből áll össze? Smartphoneból, chargerből és asztalból, ilyen, nem. Itt van, smartphone desk, 4000
5000, 4000, oh my god. Ja, azt hittem, hogy most mehetek vissza, nem lesz elég pénz. És hát így néz ki, mondjuk ez egy ilyen rárakós töltő, szóval nem tudom, hogy ez egy mennyire mennek, de csak kibír egy session-t egy feltöltéssel. Ó, közben meg ezt a motort lehet upgrade-elni. Igazán ráférne, mert van probléma, és hát egész olcsó pénzé lehet. Na, most már nem olyan kis szakadt. Hát még aranykipufogó, Jézusom. Vagy fa. Valamelyik a kettő között. Aha, és az jobban is csapatja. Végre be lehet vele kanyarodni. Van tempó is, van benzin is. Ezt be szeretem. És akkor itt van 5000-ért telló, 4000-ért töltő, 4000-ért asztal. Amúgy nagyon hasonló. Otthon meg tűz van. Ott a gamer arany iPhone. Tökéletes, tökéletes kombináció lehet jönni. Te meg menj a déb, léci. Ó, főleg, hogy meg lehet neki a küldi szóval, meg van az új teló. Az igen. Micsoda előrelépés, hát ezek után, amik most vannak már. Nem túl legyőző. De nem baj, lesz majd itt még jobb is, csak először lépcsőket kell bejárni. Tudom már miért fizet neki ennyit, ha erre plusz 20%, plusz még 8% a kajára, és ezek meg fejlesztőek. Jézusom. Oh, hello emberek. Betelt a valacka, nézzük csak. Egy tízes, még egy tízes. És hát ennyi emberből, opp, még egy 3000-es beugrott. Ennyi emberből ennyi ki tud már jönni, azért brutális, hogy mekkorát ugrott föl a bevételünk. Ez a konyha nagyon-nagyon jól kiadta meg mellé a fejlesztések. Nem mondom, hogy a 2000-es emeletet most már easybe kiperkálom, de most már az is reális összegnek tűnik, nem pedig ilyen esélytelennek. Az árkédes rész se lett gyenge, de azért ez végerősebb, mert sokkal sűrűbben lehet rakni őket. Nem mondom, hogy sokas személyes tér, de azért el vannak, itt mi pörög. A Subway Surfer Baxo Edition. Igen, nagyon jó. Váltott. Egy kis TikTok, persze, azért rá kell nézni a feededre. Nehogy valami baj legyen. Szóval erősen rátettünk még egy lapáttal a forgalmára a helynek, és közben azt is észrevettem, hogy vannak olyan elvetemültek, akik ilyen 8 órára érkeznek hozzák, és elég is sok van belőlük, de konkrét műszakot letolnak itt nálunk, szóval nem csoda, hogy néha van egy ilyen nagy megindulás, és akkor ide állnak 20-an az asztal mellé. Akkor ez szép money farm. Itt már egy jó ideje, nem ürítettem, pedig kéne 250-ek itt-ott. Közben egyébként még mindig megy a harc a csillagokért. Itt még egészen jól állok vele. Ja, mindjárt megvan a 8. csillagunk is telibe. De még mindig marhára nehéz itt is lenni, meg mindenhol máshol. Viszont van egy olyan elméletem, hogy a másik hely az annyi pluszt fog adni egy idő után, mert annyian járnak oda, hogy ennek a mínuszát kiegyenlíti, és az úgy elég jó lenne. Oh my god. van 120 ezrem, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, és van 170 ezrem, mehettek haza, van ott 200, 2600, 2500, 2600, 200, 300, 200, 1008, így a világ összes ára, amit így el lehet képzelni. Wow. Még én csak arcade gépet akartam hazajönni, venni a másik helyre, mert hogy például az egy jó taktika lenne, hogy nagyobb gépek, nyilván változatosabb gépek, és így lényegében kevesebben jönnének oda, akik lepontoznák azt a helyet. Ez 8500, szóval egész jó, és hát azért egy táncgép az mindenféleképpen kell a helyre. Igaz, van 1700 is, szóval nem tudom, mi a különbség, de biztos menőbb. És így ráadásul, mivel ez a legdrágább, mondjuk annyival többet is hoz coinból, mint amennyivel drágább, akkor meg dupla win. Na de ez meg kora. Oh, hát ez nem annyira brutális, mint amire számítottam, de itt azért easybe kihúzza, hát kettőnek minimum, de inkább háromnak a helyét, mert ja, azért legyen annyira ide bezsúfolva, meg ilyenek, és ott is van, világít, itt is, ott is, ott is, ahogy ez kell, jöjjön valaki, hopp, ott is van, nővér nagyon nyomja, nem szól a nagy banger zene, egyszer két térfélen. Ráadásul magas sarkúba. Jézusom, egy igazi vadállat. Figyelj, biztos nagyon élvezi, de lássuk a pénzt. 40! Oké, hát árértékarányban azért nem annyira durva, de figyelj, az teljesen oké, és 2000 fér bele, szóval
teljesen meg vagyok belebékülve. Ami még jó lenne, az ilyen extra dekor, ami plusz csillagot ad, csak kérdés, hogy mondjuk hova kerül Mr. Bigfoot, vagy Baxo Decoration, hogy ezt én dönthetem el, vagy nem. Ez menő. Jó, jöhet is az összes. Ami mit fizettem érte? 10 000-et, 12 000-et. Whatever. Van azért most egy pár ezrem. Plusz az esetleg egy skin az egész üzletnek. Mondjuk mindegyik egészen tré, de talán ez. Nem tudom, olyan lila, szóval Very Big Gaming. Elég sok. Ez az alapkinézet, ez valahogy jobban illik a város képébe. Ez egy kicsit kevés, de az a baj, nincs olyan arany középút. Na jó, a bizniszel most minden oké, és viszont a főszálat is kellene azért csinálgatni, mert közben így a városba így robbantgatnak meg ilyenek, ugye továbbra is. Nem lenne rossz megoldani, ha itt vár rám egy ideje. Hát köszönöm, hogy megmentetik a fiát, meg ilyenek, hogy nem robbant föl. Azt mondja, hogy kapok valami király cuccot később. nem lenne rossz, hogyha már ennyit költöttem ott a szabadító akcióra. Ha sokat távol leszek, akkor lehet, hogy a disznó perseit kellene egy kicsikét fejleszgetni. Hát annyi a fejlesztés, amekkora lesz. Hát ez nagyon jó. Hát így kell kötni minden pénzedet. Na mindegy, ezt is meg kellett fejleszteni egyszer. Meglátogattuk Meont a börtönbe, mert elvileg ő tud valamit erről az ügyről. Nincs benne, de tud valamit. Hát ő azt állítja, hogy van valami Sukar nevezetű ember, aki az előző polgármester volt, és neki lehet itt köze a dolgokhoz. Még nem tiszta, hogy hogyan. És 15 000-ért meg is engedik, hogy kivigyen Meont, hogy ott legyen, amikor ezzel a Sukarral beszélünk. Ajaj, miért érzem, hogy Meon meg fog szökni? De itt van Igor! Iván! Bocs, vigyázz majd rá. Viszont hát így nem mehetünk oda, szóval kéne valami rucit keríteni. Megint munka van, hello. 10 000 itt is, 10 000 ott is. Hát, ajaj, kéne pénz. Ah, semmi gond, szerintem lesz pénz. 40 000-es is tele van. Rosszkor érkeztem. Iván épp elmondja, hogy őt adoptálták, és nem tudja, hogy kik a szülei. Meon bólogat. Semmi. Kész volt a ruhák, igen. Itt van, az igen, gyönyörű. Így meg komolyan vesznek minket. Nem tudom, ebből a Meonos szálból vajon mi lesz. Vajon Meon belátja, hogy tróger volt, és... meglátjuk. Vagy lehet, hogy csak simában megint elmegy tejé, aztán nem jön vissza. Ez is benne van. Itt majd intézik. Most itt balra jövünk az emlékmű fele. Erre még... what the hell, várjál! Az emlékmű az még itt volt legutóbb. Hát épült rá egy vár. Igazából... hát miért ne? Oké, Meont beengedik. Szerencsére. És így bejöttünk vele mi is. Portaszolgálat. Hello. Ja nem, ez Sukar. Hello. Fogad minket itt a konyha dolgozószoba előtér kombóba. Igen, szóval Meonnak az az elmélete, hogy amíg ez a csaj volt a kormányzó, addig annyira rosszul csinálta a dolgokat, meg megfenyegetett mindenkit, aki csak szembeszállt vele, hogy most ezek a bombik, ezek igazából miatt a dősek már. Pedig ő már nincs is hatalmon. És kidobtak minket, vagy legalábbis azt akarják, de biztos, hogy ez sikerülni fog. Mert itt a szökés pénzbózítőm. Hoppá, hát ez gyors volt. Szóval most igazából, megjöttek. Mondjuk eddig is tudták, hogy itt van, akkor nem értem, hogy még kellett félváros lerobbantani. Ja, hogy követtek minket, szóval itt találták meg. Hát, ez nem volt egyre bonyolult búvóhely, de ahogy gondoljátok. Ajaj, most mindenki összever mindenkit. Nem baj, még mindig a Dimizsem rohadt jó, szóval nincs semmi probléma. Kérdőjelt agyonvertük, és... igen... hát mégis igazából amúgy... várdom is én, ha ezt ők így lerendezik egymás között, nem? Csak utána robbant gassanak. Na mindegy. Várjál.
Meona épp most mentette meg... Ivánt? És hát Meon nem hiszem, hogy onnan fel kell. Azt mondja, hagyjuk itt, mert fel fogják robbantani az egész helyet, és nincs időm kimenekíteni. Ja, igaza volt. Hát akkor Meonnak ez az endingje. Végül is... Nice. Vagy mi? Hősies. Ja, ez a jó szó. Igen, hát az a cella az felszabadul. Ups. Egy nappal később. Jó van, Iván, te rendben vagy. Áll az égnek. Na várja, de most ki élte túl, ki nem élte túl? Hát nem tudom. És nem érti, hogy miért mentette meg Meon. Amúgy mi tudjuk a dolgot, nem? Tehát, hogy ezt így el lehetne neki mondani. Nem biztos, hogy ez a megfelelő pillanat, de végül is... Hát reménykedik benne, hogy Meon túlélte a robbanást. Nem tudom, Iván. Nem tudom. Hát nem mondtuk el neki, az biztos. De mindegy. Közben itt mi újság van? Ó, látom. Ó, a rendőröknek sikerült elfogni pár bombit, akik ott voltak a tegnapi napon. Viszont jelenleg senki más nem találtak ott. Nem tudjuk, hogy kik a túlélők. Ó, na várjál. Megkapjuk az ajándékot. Na várjál mi? Tehát Sara, igen. És... Há? What? Már most biztos a pénz az ajándék, vagy ott, amit a temetőben láttunk? Na, várjál, hagyd nézzem én ezt meg. Tehát Sarának a szobrát egészítették ki Meon szobrával, aki aha, mögötte így térdel, mintha megbánta volna, amit tett, tehát ezt még nem tudjuk biztosan, meg most már lehet, hogy nem is fogjuk megtudni. Ki tudja, meg nem találták meg a testét, itt pedig... What the hell? Levárjál már! Mi a fos? Mert itt ez volt meg a bejátszásban, hogy itt, mint hogyha a bombis csaj állt volna, és eltemetett volna ide valakit, lehet, hogy a társát, meg ketten voltak. Napos hírjebe kivadás, what the hell? Igen, te mondja a történetét, de miért üres a sírja? Ki este ki? Este elvileg, ami nem most van, itt kéne lennie a sírásónak. Hát, ha tud valamit. Hát, nem láttad, hogy egy alien hullát valaki onnan kicibál? Minek állsz te itt? Csak találja meg azt, aki meg gyalászta napos sírját. Hello? Láttál valamit? Robi, sámánnak a fia. Ja, emlékszek. Igen, hát a fatarod az eltűnt. Ezt így tőlem tudod meg, hello? Ugye, amikor itt az éliait lebombázták, akkor... Nem volt ott a kórházban. Hát azt mondta, hogy a faterja lemászott a kútba. Ezt most nem tudom, hogy miért mondta, de én is tudnék mászni. Ez szóval igen, napos, ja. Mi? What? De ez ki volt ásra? Ne üjjtsé már. Na. Nem vagyok bolond. Nem mondjad? Hát ez... Oké. Okay. Ugye erről a bizonyos kútról beszélt. Szóval, hogyha én ide így be akarok mászni... Akkor az sikerülni fog, vagy valami? Nem. Az, hogy menjek aludni. Ja. Oh, what the f... Mi az? Napos, mit csinálsz a verandán? Hülye vagy? Bazzeg, ez kiásta magát, visszatemette ott... És ide jött. Mi van? Hey! Na, ne játszunk az érzelmeimmel. Hát de csak nem lehet, hogy érted, aludt egy évet főd alatt, aztán gondolta, hogy most már unatkozok, kijövök. Nem tudom, de ez már megint ki van ásva. Most szórakozol velem. Mi van? Levél? Milyen levél? Na most kell megkeresni a sámánt. Aha, hello. Fia, az itt van. Úgy néz ki, hogy ez egy portál. Igen? Érzed, Robi? Jó, mondjuk eddig is fura volt ez a kút, szóval végül is értető. Kell neki pénz, megjavítja kutat, és akkor működni fog. Elvileg. A 6-6-6-6-6-6, már ott is van. Igazán semmi pénz. Holnap estére kész lesz. Akkor csak alszunk egyet, és easy, nem? Már megirítva. Ezt nem hiszem el. Lapos, de csinálsz ezt velem? Szép munka. Ahhoz képest a sírásról vagy, egész jó kútépítő is vagy. Nem működik, mert valami nincs a helyén. Szerintem tudom, hogy mi nincs a helyén. Szegény szobrát meg kell igazítani. Aha, sokkal jobb. Na most, ott van valami. Pici a portál, nem igazán férünk át rajta, szóval hazamegy, és a faterja könyveiből kiderít, hogy lehetne ebből valamit kezdeni. Feed the portal. Vigyázz, hozok neki olyan fullos gépeket. Ízleni fog neki. Na figyelj, csak van itt 60-90 minden ebbe a gépbe. Tetszik? Na, edd meg. Hé,
Várjál, lehet, hogy oda. Organic item only. Most igen. Hát, nem veszik meg akármit a kút, érted? Csak a természetes anyag. Akkor így szól egy kis bakszóhoz. Azzal még senkinek se volt baja. Na, mit szólsz hozzá? Ó, szereti. Nem két az apja könyve, pár bakszó, és már kész is vagyunk. Hát nem is kellett annyi. Úgy betöltött. Nagyon szép. Azzal már átmehetünk. És akkor menjek? Nem kéne megvárni a srácot. Oh, hello, shaman. Te csak így itt chillezel? Amikor ő még bejött, akkor még egybe volt a kút, de felrabbantották és nem tudott visszajönni. Hát egy kicsikét a itt lévő lelkek zabosak lettek be, a kutat összetörték, meg ilyenek, szóval meg kell őket nyugtatni. Szerintem én vagy nekem ennyire ismerős. Hello, én vagyok az, aki megöltem. Igen? Várjál, sok minden történt már. Nem emlékszem ilyenre. Felgyújtottam az épületet és meghalt. Hey! Csináltam ilyet? Ajaj, hát lehet, mert elég ideges, de szerencsére felkészültem. Hát őt lenyugtattuk. Ő az egyik kopasz csáv. Nem a segítője volt a rossz póginak? Ja, Meonnak volt az embere. Ja. Aztán robbanás, és ide került. Hát akkor ők csak simán a börtönben voltak, és felrobbantottak a börtönt, csak Meon túlélte. Szóval ez édiges. De ugyanúgy engem hibáztat. Aha, akkor... Értem, oké. Véle? Ne beszélj hülyeségeket. Napos! Kérlek, te nem mondd azt, hogy én voltam. Jézusom, mi az a fejeden? Hülye vagy? I will kill you! Napos, ne, kérlek, nem kezd csinálni. Talán lenyugtathatjuk Napos lelkét, úgyhogy megverjük? Próbáljuk ki, szerintem. Nagyon jó terv, várjál, nem porszívó. Van egy HP, Napos jóságos ég, még szerencsé kifejlesztettem mindent, ami létezik. Hát itt lennénk egy órát. És ott van, Dead. Igen. De már lenyugodtál? Egy kis pohár vizet hozzak, vagy valami? Esetleg, oh, what the fuck? Várjál. Ez egészen más alien. Ő volt a faterod? Oké. És aha, igen, a nagy barátkozás, meg ilyenek. Ó, várjál, nem ő volt a másik, aki ideges volt. Szóval ez most egy ilyen napos flashback, oké, de most így másodjára is megemlékezünk. Ó, igen. Mi történik? Very big napos, azt hiszem. Jézus. Aha. De már nincsenek rajta a szarvak, meg semmi. Hello, Napos! Mi történt? Hát, meghaltál, meg ilyenek. Aha, jó, nem akart bátani minket, csak egy kicsikét összezavarodott. Hiányzol, Napos! Nekünk nem itt a helyünk. Háj. Szóval én megyek vissza a saját világomba. Minden megoldódik. Köszönöm, hogy emlékszel rám. Hát ez vagy jó fej. Uncle Naposnak átadom üdvözletedet, igen, meg fiannak. Hello. Hát ennyi. Azért na, egyik is megemlékezés megérdemelt. Még azt meg mindig nem tudjuk, hogy ki ásta ki a sírját, várjál már. Hát, minden esetre már vissza van temetve. Hát akkor csak a szelleme nem volt megnyugodva, aztán az ivóz, ez a kis zűrzavar. Azt hiszem, ég a konyha. Hát ez a 0,1% is elég, hogy kigyulladjon. Ré azt mondja nekem, hogy mi lenne, hogyha árusítanék is gamer cuccokat, nem csak gamer kafém lenne, de hát én is veszem valahol. És ez a második emeleten lesz majd lehetséges, azt mondja. Oké. Hát azért ez így egy összetett dolognak hangzik, meg még azért kéne is hozzá egy kis pénz, mondjuk 324 ezeren van. Az nem rossz kiindulás, de hát ez meg mindig csak az egyik oldalra. Elég, és hát gondolom mind a kettőt kellene. De hát akkor ide folytatjuk majd legközelebb, azért eléggé jó a hely. Nekem tetszik, amit ma így progresszbe haladtunk, remélem, hogy nektek is, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és amíg nem tettétek volna, még iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!